Koronavírus. A szakember szerint egyre idősebb emberek fertőződnek meg. Segítség. 150 család kap csomagot a karitatív testület közreműködésével. Távfűtés. 10-ből 9 lakásban már melegek a radiátorok a megyeszékhelyen. Köszöntöm Önöket! Ez a Debrecen Televízió híradója, a napszemle. Október 14-e szerda van. Már is jövünk a legfrissebb helyi hírekkel. Nem csökken a koronavírus terjedésének az üteme. Hajdú-Biharban 59 új beteget azonosítottak 24 óra alatt. Ezzel ez az ötödik legfertőzöttebb megye az országban. Várkonyi István, az egyetem infektológiai klinika igazgatója televíziónknak elmondta, egyre idősebb embereket fertőz meg a koronavírus, emiatt növekedhet a kórházi kezelésre szorulók és a halálozások száma a következő időszakban. 40.782-re nőtt hazánkban a járvány kezdete óta beazonosított koronavírus fertőzöttek száma, miután újabb 920 fertőzést igazoltak a szerdai adatok szerint. Hajdú-Biharban 59 koronavírusos találtak egy nap alatt, március óta pedig összesen 1912-t. Ezzel térségünk jelenleg az ötödik legfertőzöttebb megye. A Debreceni Egyetem 40 ágyas infektológiai klinikája szinte folyamatosan tele van, és az utóbbi két hónapban jól előrejelezhető trend bontakozott ki. Augusztus végén főként a 10-20 éves fiatalok körében terjedt a koronavírus, azóta pedig egyre idősebbek az új fertőzöttek. Erről beszélt Várkonyi István klinikai igazgató a Keddesti Közelkép című műsorunkban. Lehetett tudni azt, hogy ezekről a gyerekekről átkerül majd ránk a szülőkre is maga a fertőzés. Ezt is körülbelül egy hónapra satszoltuk, és sajnos egész pontosan bejött. Tehát most jelenleg a derékhad a 40, 50 és 60 éves korosztály, akiket látunk vagy ellátunk. A klinikai igazgató arról is beszélt, hogy Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetemen alkalmazták a favipiravir hatóanyagú Avigan gyógyszert és a Richter fejlesztésű remdesivir hatóanyagú koronavírus elleni szert. Eddigi tapasztalataik szerint azoknak a betegeknek kell adni ezeket a gyógyszereket, akiknél nagyon kezdeti stádiumban alakult ki a tüdőgyulladás, és még nincs szükségük lélegeztetőgépre. Több ezeres nagyságrendű kezelésnek kell szerepelnie, hogy ezek igazolhatóak legyenek valóban, hogy a betegeken segít, az ápolási időt lerövidíti, a halálozást csökkenti, a lélegeztetésre szoruló betegek számát csökkenti, ezzel tehermentesíti a nagyon szűk keresztmetszetet jelentő intenzív ellátás alól az egészségügyet. A szakorvos hozzátette, most különösen fontos, hogy mindenki kapjon védőoltást influenza és tüdőgyulladás ellen. Ez fertőzés esetén növeli a túlélési esélyeket, ráadásul olyan hatása is lehet, amelynek köszönhetően a koronavírus fertőzést az érintettek enyhébb tünetekkel, illetve súlyosabb szövődmények nélkül vészelhetik át. Tartós élelmiszert tartalmazó csomagot kap 150 család ezekben a napokban a Debreceni Karitatív Testület jóvoltából. Az első csomagokat ma délelőtt osztották ki az egyik füredi úti épületben. Pap László polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy elindult a koronavírussal kapcsolatos telefonos információs vonal. Tartós élelmiszer csomagokkal érkeztek meg a karitatív testület képviselői a füredi úti épületbe. A második emeleten még az év elején kiégett egy lakás, egy idős asszony pedig életét vesztette. A testület több alkalommal is segített az itt élőknek. Nehéz helyzetbe kerültünk év elején, ott pedig melegedést biztosítottak, tehát én nagyon elismerem az ő tevékenységüket, és hát köszönet jár érte mindnyájuknak. A tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat a Gasztrohús Kft. Felajánlásának köszönhetően állították össze. 150 családnak juttatnak majd ezekből. Olyan nyugdíjasokat keresünk fel, akikről tudjuk, hogy mozgásukban korlátozottak, vagy olyan betegségeik vannak, ami alapján tényleg többet tartózkodnak otthon, és igyekszünk segíteni, hogy lehetőleg ne ők menjenek el vásárolni, hanem ezzel is segítsük őket. A tapasztalatok szerint a járványhelyzet miatt megnőtt a segítségkérők száma. Az önkormányzat ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa a rászorulókat. A mai nappal elindult az információs központ, az információs vonal, amely a koronavírus veszélyhelyzettel, járványhelyzettel kapcsolatos információkat juttatja el a telefonálókhoz, az érdeklődőkhöz, a várospolgáraihoz. És hát természetesen ezzel párhuzamosan elindítottuk
a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatellátást kibővített körben. Az élelmiszer mellett szájmaszkot és immunerősítőt is tartalmazó csomagokat a következő napokban juttatják el a rászorulókhoz. Ezen a héten várhatóan minden debreceni távfűtéses lakásban melegek lesznek a radiátorok. Eddig a tulajdonosok 90%-a igényelte a szolgáltatást. Szeptember vége óta tömegesen kérték a távfűtés bekapcsolását. A szolgáltatást a társasházak, felhasználói közösségek képviselői igényelhetik e-mailben, postán vagy akár személyesen is. A vírushelyzettel összefüggő biztonsági intézkedések ellenére a debreceni hőszolgáltató időben teljesítette a beérkezett kéréseket. A városban 33.500 lakossági, valamint 1.400 intézményi és egyéb felhasználó van. A hőközpontok 70%-a már távfelügyeletről működik, így a szakembereknek csak a fennmaradó lakásoknál kell a helyszínre kimenniük a bekapcsolás miatt. Egy kis- és középvállalkozói park létrehozása is szerepel az önkormányzat tervei között, azért, hogy segítsék a fejlődésüket. Erről beszélt ma Barcsa Lajos alpolgármester egy konferencián. A rendezvény résztvevői megismerhették az Elit programot is, ami a londoni tőzsdecsoport és a budapesti értéktőzsde együttműködésében megvalósuló képzéssorozat. Közép-Európa legnagyobb iparfejlesztése zajlik Debrecenben, 700 hektáron végzik az ezzel kapcsolatos munkákat, a terület 70%-a már gazdára talált. 2015 óta több mint 600 milliárd forint működő tőke érkezett a városba, és több ezer új munkahelyet jelentettek be. Az önkormányzat számára fontos azonban az is, hogy a helyi kis- és középvállalkozások is tudjanak fejlődni, például mint a multinacionális cégek beszállítói. Barcsa Lajos alpolgármester, az LDC és a budapesti értéktőzsde által rendezett konferencián azt mondta, az önkormányzat számos területen segíti a helyi cégeket, és terveik szerint egy kis- és középvállalkozói parkot is létrehoznak. A fokozott befektetői érdeklődések teljesen természetesen magával hozzák azt, hogy fokozott az érdeklődés a debreceni ipari területek iránt is, viszont mi továbbra is szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy a debreceni KKV-k is kiteljesedjenek, és ipari területet szeretnénk számukra biztosítani. Nem csak a helyi növekedés, de akár a külpiacra jutást is segítheti a budapesti értéktőzsdén keresztül elérhető úgynevezett Elit program. Az elmúlt években több hazai vállalat számára nyújtottak olyan fejlődési lehetőséget, amivel bővíthették nemzetközi kapcsolatrendszerüket. A BÉT igazgatója arról is beszélt a konferencián, hogy szakmai segítségükkel számos területen segítségére lehetnek a feltörekvő cégeknek. Az ő szemük előtt mindaz leveg szerintem, hogy hogyan lehetne tovább lépni, hogyan lehetne akár nemzetközi piacra is lépni. Ugye ezt a címet adtuk a mai rendezvények, hogy nemzetközi piacra lépés, de egy kicsit azokról az összetevőkről fog szólni, hogy mi kell ahhoz, hogy igazán egy ilyen sikeres vállalatot építsünk fel. A konferencián erről nemzetközi tanácsadók beszéltek, de szó volt például tőkebefektetési lehetőségekről is. Újabb céggel, ezúttal egy gépgyártó társasággal kötött együttműködési megállapodást a Debreceni Szakképzési Centrum. A vállalatokkal való közös munka célja, hogy a diákok ne csak az iskolapadban tanuljanak, hanem üzemekben, gyártósorok mellett szerezzenek versenyképes gyakorlati tudást. Okostelefonokban, napelemekben, akkumulátorokban használt alkatrészeket gyártanak ebben az üzemben. Itt ezentúl a Debreceni Szakképzési Centrum 20-30 tanulója szerezhet gyakorlatot. Azon túl, hogy megtanulhatnak nálunk forgácsolni, programozni, fúrni, faragni, kiváló termékeket összerakni, megtanulnak standard módon gondolkodni, megtanulják a nemzetközi szabványokat, a standardokat, melyeket a nemzetközi világban, üzleti életben kiemelten fontosnak tartanak a vevők és a vállalatok. A Debreceni Szakképzési Centrum elkötelezett abban, hogy az oktatást vállalati partnerekkel közösen valósítsa meg. Erről beszélt Tirpák Zsolt kancellár az együttműködési megállapodás aláírása kapcsán. A tanárképzés a vállalatspecifikus, vállalati kultúrát és vállalati technológiát kell, hogy tartalmazzon, ez a jövő. A másik nagyon fontos pillére, hogy a MANC-al együttműködve szólítjuk meg a nyolcadikos tanulókat, és valósítjuk meg a beiskolázást. Barcsa Lajos alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban 8000-ről 12000-re nőtt a szakképzési centrumban tanuló diákok száma. Ez azért is fontos, mert az elmúlt 6 évben 10000-es nagyságrendben jöttek létre munkahelyek a városban, és az ipari igényeket csak versenyképes szaktudással lehet kielégíteni.
Ez azt biztosítja, hogy azokat a munkahelyeket, amelyeket a cégek teremtenek, azonnal be tudjuk tölteni a Debreceni Szakképzési Centrum által indított képzések keretében. Így egy olyan körforgás alakul ki, ami alapján a céges igények és a Debreceni Szakképzési Centrum képzései folyamatosan találkoznak egymással. Az alpolgármester hozzátette, a megállapodás azt is biztosítja, hogy a szakképzési centrum folyamatosan nemzetközi környezetben céges igényeknek eleget téve képezhesse a diákjait. A hallgatók és a fiatal gazdálkodók támogatása. Ez a célja annak az együttműködési megállapodásnak, amit ma kötött a Mezőgazdaság Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar hallgatói önkormányzata, valamint a Hajdú-Bihar megyei ifjú gazdakör. A Debreceni Egyetem rektora Szilvási Zoltán kiemelte, mindig támogatják a fiatalok által létrehozott szervezeteket, amik a jövőt szolgálják. Jakab István, a MAGOSZ elnöke hangsúlyozta, az egyetemmel való együttműködés komoly lehetőségeket rejt magában. A magyar mezőgazdaság jó ütemben fejlődik, de a tudományos háttér elengedhetetlen a hosszú távú célok elérésében. A program kapcsán Hegedűs Tibor, a kar hallgatói önkormányzatának elnöke elmondta, szeretnének minél több fiatalt elérni és támogatni őket saját gazdaságuk elindításában. Megkezdődött a torma betakarítása a Hajdúságban. 7 itteni településről kerül ki az ország torma termésének több mint 80%-a. A térségben évtizedes hagyománya van a gyökérzöldség előállításának. 1200-1400 hektáron termesztik ezt a növényt. A földrajzi eredetvédettséggel rendelkező hajdúsági torma nagy része Német és Franciaországba kerül. Az első tapasztalatok szerint az idei torma jó minőségű. A betakarítást ugyan most akadályozza az eső, de a nyári csapadék nagyon jót tett a növénynek. Nem kellett annyit árasztani. Ugye mindenféle tápanyagozás mellett azért az egyik fontos dolog, amit kíván a torma, a tormának a gyökere, hogy meghízzon, az a sok víz, vízigényes növény. Ugye nevezték vízi tormának is. Életre szóló élményben volt része egy debreceni családnak. Ferenc pápával találkozott ugyanis Vatikánban Cimmer Szendrei Judit, valamint a férje és kislánya. Az asszony megajándékozta az egyházfőt egy általa készített, úgynevezett bélyegképpel is. Bármennyire is hihetetlen, ezek a képek bélyegekből készültek. Mindegyik Cimmer Szendrei Judit alkotása. A bélyegképek készítése a művész életének részévé vált. Ennek köszönhetően most egy örökre szóló élményben volt része. Nemrég alkotásai közül ugyanis egyet Ferenc pápának ajándékozhatott, egy személyes találkozása alkalmával. A kép egy rózsafüzért ábrázol, közepén egy imádkozó női alakkal. Az alkotás több ezer bélyegből áll. Ami nagyon meglepő volt, hogy miután mondtam, hogy mi a Magyarországról jöttünk, ő azonnal válaszolt, hogy üdvözlöm. Tehát ő nem tudta, egyébként látszott a meglepődés rajta, hogy tőlünk ajándékot fog kapni, meg egyáltalán, hogy magyar vendégei lesznek, és mégis azonnal a saját nyelvünkön köszöntött. Ez egy nagyon kedves gesztus volt. A pápa megáldotta lányát, Zsófit. A találkozó megszervezése nem volt egyszerű. Több hónapos előkészületet vett igénybe. Leírtam, hogy a kép címe az, hogy a Rózsafüzér királynője, és a katolikus naptárban van egy szép ünnep, ami a Rózsafüzér királynőjének az ünnepe. Pont arra a napra esett ez a pápai kihallgatás, illetve arra a napra is esett ez a pápai kihallgatás, és arra kértünk lehetőséget, hogy ezen a napon adhassuk át. A vatikáni találkozás hatalmas életre szóló élmény volt az egész család számára. Olyannyira, hogy a művészt meg is ihlette, aki ennek nyomán már a következő alkotását tervezi. Eddig tartott ma a Napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Viszontlátásra!